Befejeződött a klímareferensi képzés Hódmezővásárhelyen. Ennek keretében a város szűkebb és távolabb környezetében összesen 15 fő vehetett át oklevelet, és vált a téma elhivatott szakemberévé. A megszerzett tudást mostantól a mindennapokban és a pályázatok megírásakor is kamatoztatni tudják a speciális ismeretekkel rendelkezők. Az izlandi, liechtensteini és norvég pályázati támogatással megvalósuló klímareferensi képzés hazánkban összesen 10 megyében zajlott és zajlik jelenleg is. A tudásanyag átadása Hódmezővásárhelyen kezdődött, és ez a második helyszín, ahol ma a résztvevők oklevelet kaptak, és így képzett klímareferensekké váltak. Ezen az összesen 8 napos képzés sorozaton nagyon komplex tudásra tettek szert. Tehát, ahogy említettem, az általános elvi klímaváltozással kapcsolatos szakmai tudáson felül olyan egyéb plusz gazdasági, pénzügyi projekt, vagy akár jogi szabályozással kapcsolatos tudást szereztek, ami éppen ennek a projektnek a sikerességét biztosítja. A vásárhelyi klímareferensi képzés többek között Bozókiné Szabó Ildikó, a Szabadságtéri óvoda szakmai vezetője is elvégezte, aki egyébként környezeti nevelőként is tevékenykedik. Véleménye szerint az itt megszerzett tudást a mindennapi munkájában is jól tudja majd kamatoztatni. A klímaváltozás és a klímatudatos magatartásnak a szemléletformálása előtérbe fog kerülni az elkövetkező években, hiszen ez az éghajlatváltozás mindannyiunkra nagy hatással van. Így a gyermekek körében is ezt a fajta szemléletformálást nagyon-nagyon fontos, hogy megerősítsük, és azon keresztül a szülőkben is. Hódmezővásárhelyen is kistérségében ma összesen 15 szakember vehette át a klímareferensi képesítését a nyugdíjas lakóparkban. Az önkormányzat fontosnak tartja, hogy minél többen rendelkezzenek ezzel a speciális tudással, hiszen az időjárás okozta változásokkal szembe kell nézni. A 2020-ig terjedő időszakban nagyon-nagyon sok olyan pályázat kerül majd kiírásra, ahova nagyon fontos az, hogy szakképzett és elhivatott szakemberek legyenek, akik klímatudatosak, környezetvédelem irányába elhivatottak, és olyan sikeres programokat tudnak megvalósítani, amely itt most a szűkebb hazánkban, Hódmezővásárhely és kistérségében is segít ezeknek a változásoknak az elviselésére. Bálint Gabriella hozzátette, a jövőben a klímaváltozás miatti népvándorlásra és annak következményeire is fel kell készülni.